Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Kassai Lajos, a modernkori lovas íjászat megteremtője a mai beszélgető társam. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Én általában rá szoktam egyből arra menni, ami történik adáson kívül. Most még nagyon sok minden nem történt, kért egy levendula szörpet jobb híján. Viszont egyből a beérkezésén azt mondta, hogy mi magázódva beszélgessünk. Mindenkivel magázódva beszélget? Nézze, három éve, amikor elkeserítőnek éreztem azt a fajta közbeszédet, azt a fajta stílust, ami kezdett eluralkodni. És megmondom őszintén, hogy a saját stílusom ugyanúgy irritált, mint a környezetem, és akkor én hoztam egy döntést, hogy egy picit térjünk át a tegeződésre, mert talán tudunk valamit javítani ezen a közbeszéden, ezen a stíluson, ami minősíthetetlen. És megkértem a közvetlen környezetemet, hogy ezt ne távolságtartásként fogják föl, hanem egy ilyen társadalmi kísérletként nézzük meg azt, hogy tudunk-e változtatni valamit ezen a közbeszéden, ezen a hangulaton, és én azt tapasztaltam, hogy a környezetemben egy kicsit emelkedettébbé vált a kommunikáció, egy kicsit jobban megjelent a tisztelet. Nekem pozitív élményeim voltak ezzel kapcsolatban, és aztán hát én ennek a zászlóhordozója lettem. Azt mondom, hogy pár évet töltsünk el ezzel, aztán nézzük meg, és nagyon fontos tudni azt, hogy most van egy lélektani helyzet ebben az országban, kialakultak a lövészárkok. Erre én fölépítettem egy társadalmi képletet, ami ez az eketal betegség, hogy itt két kulturális réteg feszül egymásnak, a lövészárkok egyre mélyebbek, és azt gondolom, hogy átléptünk egy piros vonalat, ami a dehumanizáció. Tehát a másik oldalon lévőket már nem is emberként nézzük, vagy Európából tagadom ki az ország egyik felét, vagy a magyarságból tagadom ki az ország másik felét, és véleményem szerint ez a folyamatos ekézés, ez létrehozta azt a zárványt, ami a mezőgazdaságban ismert, az eketalp betegség, miszerint az eketalp az altalajra olyan nyomást gyakorol, hogy zömítődik a talaj, és ettől a pillanattól kezdve a két talajréteg között a víz mozgása, a mikroorganizmusok mozgása, a gyökerek lehatolása egyre nehezebbé válik, és könnyen terméketlenné válhat a talaj. Én érzékelek ilyen folyamatokat a magyar társadalomban, és mint közszereplő próbálok ezen valamit változtatni, legalább ha nem is értünk egymással egyet, de tudjuk tisztelni a másikat, és talán ezzel a magázódással nem gondolom azt, hogy én ezt meg tudom változtatni, de talán föl tudom hívni a figyelmet arra, hogy gondolkodjunk el ezen. Hát ez az én társadalmi misszióm. Ne értse félre, nekem ez szimpatikus, meg nem ön az első, akivel én magázódva beszélgetek ebben a műsorban. Csak meglepett, hogy olyan fiatalos, és közben mégis a magázódást választja, de akkor ez nem feltétlenül nekem szól, mint idegennek, hanem abszolút hogy ezek nem, szerint így a közvetlen környezetében például a munkatársaival is magázódva beszélget. Megkértem mindenkit a környezetemben, hogy tegyünk egy váltást. Még egyszer mondom, tehát megrettentem saját magamtól, amikor visszahallottam magam egy beszélgetés során, és azt mondtam, hogy ez itt tartatatlan. Tehát ne úgy értse, hogy én eltartott kisúlya glasszékesztyűben néztem a környezetemet, hanem ugyanúgy része voltam ennek a minősítetetlen közbeszédnek, és engem a ringlissel ez le tudott hozni. Tehát saját magamon éreztem először, hogy a bazd meg már nem kötőszó, és az a minősíthetetlen káromkodás, ami észre se vettük, tehát olyan szinten épült bele, és én nagyon sokszor próbáltam erről lejönni, hát engem lehozott a szerről ez a magázódás, és amikor azt tapasztaltam, hogy vannak ilyen előnyei, akkor én kértem a környezetemet, és ezt most kampányolok ezzel a dologgal itt a rádióban is, mint egy kétségbe esett lakója ennek a hazának, hogy valamint tegyünk a közbeszédért. Akkor viszont menjünk tovább ezen a vonalon. Mennyire volt könnyű átállni a környezetének erre a fajta beszédre vagy beszélgetésre?
Azt nem tudom, miután én azonnal érzékeltem a pozitív hatásokat saját magamon, tehát az én trágár stílusom az nagyon gyorsan megszűnt, számomra pozitív volt, én azt éreztem, hogy én ebben nagyon beláttam, és megmondom őszintén, most már irritál. Tehát megáll egy 13 éves gyerek, odaszól, hogy szia, itt lesz a nyílt nap, és 63 éves vagyok. Tehát, hogy valamit nem stimmel. Tehát Én úgy nőttem fel, hogy még a nagyszüleimet is magáztam, tehát engem kiröhögtek az iskolatársaim, mert ők ugyanúgy szia, hello, ciao a nagyszülőknek. De tényleg, a 60 év fölöttieket 10 évesen nem mertük letegezni. Jó, de hát én 63. De még egyszer szeretném ezt hangsúlyozni, tehát én nem gondolom azt, hogy ne lehetne tegeződve tisztelettel beszélni, nem gondolom azt, hogy most a magázódást ilyen szinten be kéne vezetni, de azt gondolom, hogy valamit tennünk kell. És hát mint lehetőség, én ebbe az irányba mozdultam el, és miután láttam ennek a saját környezetemben pozitív hatásait, én most ezzel jelentem kampányolok. Most eszembe jutottak a régi korokban a házastársak is magázódva beszélgettek. Legalábbis nagy nyilvánosság előtt mindenképpen úgy szólították meg egymást. Ezt is lehet rosszul csinálni. Tehát ennek, nézzet, tehát ezt itt is át lehet esni a ló túloldalára, én ezt nem szeretném. Most szerintem így figyelem felhívásra ez alkalmas ez a dolog. Mióta tart ez a magázódás önnél? 3 éve. 3 éve. Azért kérdezem ezt meg, mert nyilvánvaló, hogyha az ember valamiféle változást hoz be az életébe, akkor az nem működik egyből. De most azt mondja, hogy az ön életében ez egyből működött. Például a családján belül is megköveteli ezt? Nem. Hát nézze, belekeveredek, mint majom a házi cérnába, mert nyilvánvalóan itt évtizedes barátságokban nem kezdünk el magázódni. Na most, hogyha egy olyan társaságban vagyok, akit az utóbbi 3 évben ismertem meg, de ott vannak a régiek, hát akkor nagy bajba vagyok. Hát akkor föl a fejem, hogy most ebből én hogy jövök az ki, egyik, vagy te a másik. Vagy így van, hogy hogy csináljuk. Tehát de nehéz helyzetben vagyok. Ez a misszió, ez egy ember próbáló. Ön szeretette ezt a helyzetet. Így van. Hát ez egy de ember. Nem ez volt az első ember, de én de csinálom, még bírom, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz ebben. Kassai Lajossal beszélgetünk, most már tisztáztuk, hogy miért magázódva, viszont én egy kicsit visszamennék az időbe. Én ismerem a történetet, mert hát valószínűleg elég sok hallgató ismeri az ön történetét, hál' Istennek elég népszerű. Sőt, nagyon is népszerű, világszinten népszerű. De hogy hogyan kezdődött ez az egész lovas íjászat, hogy került kapcsolatba a lovas íjászattal, hogyan lett vágya az, hogy lovas íjász legyen, azt kérem mesélj el. Hát talán az életem akkor indult be, amikor együgyűvé váltam. Az mit jelent, együgyűvé válni? Az egy nagyon hosszú folyamat volt, ugyanis én nagyon sokáig úgy éreztem, hogy egy adminisztrációs hiba folytán kerültem a 20. századba. Tehát leszületett ide egy archaikus lélek, aki inkább valahol a 9. század, és inkább visszafelé. Nekem minden hozott élményem abba a korba köthető, és minden talentumom oda köthető, és igazából én nem találtam a helyemet a világba, kerestem, mint minden normális ember keresi a helyét a világba, és amikor én ezt megtaláltam a ló hátán, íjjal a kezembe, attól a pillanattól kezdve én együgyűvé váltam, mert ezt az egy ügyet szolgálom, és a dolgok a helyükre kerültek, érthetővé vált minden, ami addig kicsit kusza volt. Amikor megkérdezték a tudósokat, hogy meg tudnák-e mondani, hogy mi az a kosz, akkor erre Planck, egy kitűnő fizikus adta meg a választ, az az anyag, ami nincs a helyén. És hogyha az ember a helyére kerül, akkor úgy rendeződik körülötte a világ. Hogyha nincs helyén az ember, akkor mindenféle problémák vannak, és hát nekem olyan 25-30 éves koromig sikerült ezt úgy megélni, hogy ez mindig ott volt bennem. Tehát a 6 éves koromban láttam először a honfoglaláskori íjat, és valami nagyon erős vágyat éreztem, hogy ezt én megcsináljam, hogy én ezt a kezembe fogjam, hogy én ezt valahogy használjam. És hát amikor lóra ültem bele, akkor megpecsételődött a sorsom. Vannak érzések szerintem, amiket keresünk, és hogyha ezt megtaláljuk, akkor az jó. Jó érzés. És egészen addig, amíg rá nem talált erre, ami együgyűvé tette, mivel foglalkozott? Mindennel.
Tehát gyakorlatilag sportoltam, többféle harci művészetet próbáltam ki, maga a szakmám, az mezőgazdasági gépszerelő, ebbe a szakmába és mindenféle másba dolgoztam, amikor ez az együgyűvő válás megtörtént, akkor láttam mindannak a hasznát, amit odáig csináltam, mert minden egy pontba sűrűsödött. Tehát el tudtam készíteni az íjat, mert rendelkeztem olyan technikai háttérrel és tapasztalattal, és mindaz, amit a mezőgazdaságban tanultam, az lehetővé tette egy tanyának az ellátását, amiből gyakorlatilag élek, lehetővé tette azt, hogy egy kis vállalatot létrehozzak, ami az íjkészítő. Tehát minden összeállt, és hát ez az együgyűség, ez egy rendkívüli stabilitást ad az életemnek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mindenhez így ehhez is társak kellenek. Talált egyből olyan hasonszőrű embereket, akár férfiakat, akár asszonyokat, akiknek ugyanez volt a vágyuk, és önnel együtt rátaláltak erre a világra? Én társakat nem igazán kerestem, de rengeteg követőt akadt. Én mentem előre, mint a Forrest Gump. Tehát én egy Forrest Gump vagyok, aki fut, és aztán azt látja, hogy rengetegen futnak vele, és akkor valamit kell kezdeni ezzel a tömeggel, és akkor az én életem ez így alakult. A harci művészet az egy lehetséges önismereti út, és egy lehetséges személyiségfejlődés. Hogy értsük alatta, hogy bármilyen harci művészetet gyakorolok, talán a legnagyobb állomás a mesterré válás. Tehát az, amikor bármilyen harci művészetben valaki évtizedes vagy több évtizedes gyakorlás után eléri a mester szintet, az valami. Az azt jelenti, hogy ő valamit mesteri szinten meg tudott tanulni. De vajon ott van-e a képesség arra, hogy a megszerzett tudást át tudja adni? Nem mindenki. Ha van még egy talentum, akkor át tudja adni a tudást, és elkezd tanítani. És azáltal, hogy tanulódik, azáltal, hogy tanít, tovább csiszolódik, mert a tanulás, a tudás megszerzésének ugye két tútja van, az egyik a tanulás, a másik pedig a tudás átadása. Valójában akkor tudok én valamit, véleményem szerint, annak a tudásnak az átadására is képes vagyok. Ez megint egy lépcsőfok, ugye? Tehát elértem egy szakmai szintet, ha van pedagógia érzékem, akkor tudok tovább lépni. Vagyis léptem, a személyiségem fejlődött, csiszolódott. Mi a következő lépés? Körbevesznek a tanítványok. Képes vagyok-e leszervezni közösségé? Vannak-e vezetői képességeim? Ha vannak vezetői képességeim, akkor a megszerzett tudást át tudom adni, és az így létrehozott közösséget tudom irányítani. És aztán ez így megy tovább, a létrehozott közösséggel tudok egy nagyobb közösségé szervülni, ki tudok-e lépni a saját kulturális közegemből, és mondjuk egy világméretű rendszer tudok létrehozni. Min múlik ez az egész? Ez az egész azon múlik, hogy a születésünkkor megkapott talentumokból van-e annyi, hogy mi ezen az úton tudjunk előre haladni. Hogyha ez elfogy, akkor nincs tovább út. Hála jó Istennek, amit én éreztem magamban, mint ambíciót, az lehetővé teszi, hogy egy nagyon nagy világszervezet jöjjön létre. Most jelenleg ennek Svájcban van a központja, 14 ország a tagja, és több mint 34 nemzetközi bíró vesz részt ebben a munkában, ami aztán folyamatosan erősödik. És hát én ezt egy borzasztó nagy dolognak tartom, mert az idő során megkaptam a legnagyobb elismerést, a nemzeti kulturális örökség részévé vált, és hungarikummá vált a lovasi jászat, és büszkén terjesztem a világ minden részén. Kassai Lajos a beszélgető társam, és említette, hogy nagy kérdés volt, hogy mindaz, amit megszerzett tapasztalati úton, és mesterré vált, azt tovább tudja adni. De önnek voltak tanárai, akiktől esetleg ezt a tudást ezt elleshette? Tehát a tapasztalati út az mind abból fakadt, amit ön, mint Forrest Gump ment elől, és megtapasztalt a világban? Vagy voltak tanárai? Nagyon sok példaképen van. Most is egy ilyen társaságba jövök, mert én köröket hoztam létre. Olyan köröket hoztam létre, ami az élet különböző területein mozognak. Van az öt mester, ez négy kiváló barátom, akik a kung fu-ban, karatéban, a zen
meditációban és a funkcionális tréningben világbajnokok. És mondaná neveket? Természetesen. Ambrus Szabolcs, többszörös kungfu világbajnok, Agócs Tibor, a karaténak egy nagymestere, az Ypszilon Akadémia létrehozója, Chongan Sunim, aki Magyarországon létrehozta a zen meditációs központot, és itt van Vilcsek Péter, aki többféle harci művészetekben jeleskedik, de egy kiváló funkcionális tréner. Na most ezekkel az emberekkel mi bizonyos időközönként onnét álltam föl, és jöttem ide. Köszönjük szépen. Két-három havonta találkozunk, és átbeszéljük a tapasztalatainkat, azt, hogy a hagyomány és a modernitás ütközéspontjait, hogy mi a tradícióból az, ami tartható, mi az, amit el kell engedni. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos az élet területén nekem több ilyen kulturális körem van. Én nagyon fontosnak tartom a közösséget, nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy bizonyos intellektuális szinten a világ dolgairól, a szakmáról, a becsületről, az eleganciáról el tudjunk beszélgetni. És én ezekből rengeteget tanulok, mert nagyon szerencsés az az ember, aki a példaképeivel tudja saját magát körülvenni. Na most ebből nekem számtalan van, de a lovasi játszathoz senki nem tud hozzátenni, mert az nem volt. Hát igen, hát pont ezért kérdezem, mert nem létezett ez Magyarországon. Nem létezett. Tehát ezt úgy képzelje el, hogy én fölmentem a harmadik emeletre, akkor láttam, hogy mennyi minden hiányzik, és lementem az alaksorba, és ott fölmentem utána a negyedik emeletre, akkor láttam, hogy a harmadikra vissza kell menni. Tehát egy ilyen rengeteg hibával, zsákutcával, én folyamatosan lépcsőztem egész életemben. Mit látok ma? Bejön egy 10 éves kisgyerek, találkozok vele az alaksorba, és a 8. emeleten dugja ki a fejét. Tehát kimarad a 8 emelet, ő ott jelenik meg, 12 éves korukra szinte mester szintet lőnek, fiúk, lányok, úgyhogy hát én a világ legjobb. Ez az ön eredménye, nem a feltétlenül hát a 12 éves. Ez már egy nagy közösség eredménye, hogy kilettek szűrve a zsákutcák, és hát ők lifttel közlekednek. Tehát ez már egy teljesen más dimenzió. Ugyanakkor mégiscsak vannak hagyományai a lovasi íjászatnak Magyarországon, tehát volt mire építenie, de azokat azért kutatni kellett. Ebben a kutatásban voltak partnerei? Hát kiváló tudósok. Hát én múzeumokba jártam, ásatásokra jártam, László Gyula professzort kerestem föl személyesen, aki hát egy géniusza volt a kornak, a kor legnagyobb ismerője. Mindenkit, akit lehetett, én elértem ebbe a tekintetbe. De az én alapmottom az, hogy nem az ősöket kell követni, hanem azt, amit az ősök követtek. Én imádom ezt a mondatát. Imádom. Nagyon fontos az is, és azóta már megjelent az az irányzat, aki célul tűzte, hogy nagyon pontos replikákat hozzunk létre, tehát csináljuk meg azt az íjat, csináljuk meg úgy azt az íjat, ahogy az őseink, készítsük el a tegeszt, a nyilvesszőt, és hogyha valami a sírból előkerül, akkor ezt kísérleti régészetnek hívják, rekonstrukciós régészet, a hagyományőrzésnek, hála jó Istennek nagyon megerősödött már az a formája, akik igen, ragaszkodnak a korhűs minden tekintetben, és a sírokból előkerülő tárgyakat újra rekonstruálják, és ezeknek a sírokban előkerülő tárgyaknak a rekonstrukciója alapján próbálják a kort rekonstruálni. Nekem nem ez volt. Nekem az volt, hogy nem az ősöket követjük, hanem azt, amit az ősök követtek, és nekem mindig fontos volt az, hogy jó rendben van, de a 21. századi ember számára mi használható ebből. Tehát a hagyomány és a modernitás harmóniája tesz élhetővé véleményem szerint egy közösséget, egy országot, és én ezen is mérem, hogy a patika mérlegen a hagyomány és a modernitás milyen arányban van, mert hogyha ez megfelelő, akkor én azt gondolom, hogy ez egy egészséges társadalom, bármelyiktől szakad el, ott bizony problémák vannak. Kassai Lajossal beszélgetünk, az jut eszembe, hogy az őseink a lovas íjászatot harcokra, vagy esetleg élelem szerzésre használták.
Önnek gondolom nem a harc vagy az élelemszerzés volt az elsődleges célja, amikor vágyott arra, hogy az a lóhátáról. Nekem az érzés volt fontos, az, hogy lovon ülök és lövök a lóhátáról, és ezt rengeteget csináltam, és egyre közelebb kerültem önmagamhoz, egyre közelebb kerültem a korhoz, egyre közelebb kerültem magához a tevékenységhez. Azért én 5 Guinness világrekordot hajtottam végre, melyek között volt olyan, hogy 24 órán keresztül megállás nélkül lovasíjáztam. Ami... A megállás nélkül azt jelenti, hogy közben nem evett, nem ivott, nem állt meg a szükségleteit elvégezni. Kaki pisi, de ezt úgy képzel, vágta lövés, visszasétálok a lóval, és amíg visszasétáltam a lóval, egy palacsintát megettem, de Isten igazából, amikor egy ilyen megmérettetésen van az ember, akkor minimális táplálékra van szüksége. Tehát, de ez nekem már a harmadik világrekord volt, mert azt megelőzően csináltam már 2-12 órásat, és egy nagyjából 12 év felkészülés után elérkezett a nap, hogy képes vagyok végre, hogy 12 lovot fölkészítve. Ezek mert hogy a lovak nem bírták volna 24 órán keresztül. Hát egy 12 ló természetesen, tehát a lovak számára ez nem lehetett terhelés, nem volt terhelés. Ez a lovas ilyen számára volt terhelés, hiszen én ott egy mester szint fölötti pontszámot tartottam, ami a cél az volt, hogy amit én technikailag megvalósítottak az első órába, azt én szerettem volna 24 óráig tartani. Nem tudtam, hogy képes vagyok-e, nem tudtam, hogy 24 órát bírok-e. Azt mondtam, hogyha ez ilyen maszatolásba megy át, akkor én leszállok a lóról, és akkor annyi volt, de hála jó Istennek, egy nagyon komoly felkészülés során ezt végig tudtam csinálni. Ahhoz, hogy valódi tudást szerezzünk önmagunkról, ahhoz ki kell lépnünk a komfortzónánkból. És mindinkább kilépünk a komfortzónákból, annál tisztább és világosabb képet tudunk saját magunkról megalkotni. És mondjuk arról a tevékenységről, amit csinálunk, ez egy kicsit hiányzik a világban, az emberek nagy része a saját komfortzónájukba van bezárva. Hát mert félünk abból kilépni, mert mi ki tudja, mi vár ott ránk. És hál' Istennek vannak olyanok, mint ön, aki viszont megmutatja, hogy így is lehet élni, sőt. Igen, tehát aki valódi önismeretre akar szert tenni, annak ki kell lépni a saját komfortzónájából. Jobb önszántunkból kilépni a saját komfortzónánkból, mint akkor, amikor a világ erre rákényszerít. Ugyanis mindenki ki fog lépni a komfortzónájából. A kérdés az, hogy ezt önszántából teszi, vagy kényszer hatására teszi. Tehát azok a folyamatok, amik körülöttünk zajlanak a világban, egy Covid, vagy egy mondjuk úgy, hogy egy világháború küszöbén vagyunk, hiszen nem tudjuk, hogy hova eszkalálódnak ezek az események, ezek ki fognak billenteni bennünket a komfortzónánkból, ez 100%-ig így van. Sőt, tehát a jelenlegi áremelkedések és minden tényleg, ami körbevesz, már kibillentett minket abszolút, abból a kényelemből, komfortból, amiben van. Én viszont az életet egy ajándéknak fogom föl, és azt, hogy egy ilyen kulturális, gazdasági környezetben tudtunk hosszú távon létezni, ez egy ajándék, de ezt mindenki tudja a lelke mélyén, hogy ez nem fenntartható. Hát ez előbb vagy utóbb, most vagy azért nem lesz gáz, mert elzárják, vagy azért, mert elfogy, de nem lesz. És ezt tudomásul kell venni. És fel kell rá készülnünk, és, hogy lesz majd egy ilyen nézze, helyzet. Én 63 éves vagyok, én emlékszem rá, amikor hozzánk behozták a villanyt. Én emlékszem rá, amikor édesanyám lavorba fürdetett, és emlékszem rá, amikor behozták a vizet. És emlékszem rá, hogy nekem volt egy teljes kannám, amivel már 5 évesen el tudtam járni néhány házzal odébb, ahol te. Én emlékszem ezekre az időkre, és emlékszem rá, hogy nagyon boldog gyerekkorom volt. Semmi nem volt abból, ami itt van, viszont nagyon boldog gyerekkorom volt, nem hiányzott ez a sok franc. Emlékszem rá, amikor a televízió megjelent. Na most én nem vagyok nehéz helyzetben, mert én ezen szocializálódtam, de azok, akik ebbe az elképesztő jólétbe és pazarlásba születtek bele, ők ezt tartják természetesnek. Én is szoktam mondani a gyermekeimnek, hogy mindaz, amiben mi most vagyunk, az a luxus, és fizetjük is az árát. Hát a mi szülőinknek nagyon könnyű helyzete volt, mert nem kellett azt mondani, hogy fiam, ne egyél annyi jégkrémet, mert nem volt. Fiam, ne igyál annyi kólát, mert nem volt. Tehát, hogy nem volt egész egyszerűen. 8-an rágtunk egy rágógumit.
A nyugat németektől kaptuk, én Balatonbogláról laktam, és akkor ott már mozogtak a nyugat németek, és akkor ott láttak egy ilyen kórház gyereket, adtak neki egy rágumit, de hát azt nyolcan rágtuk. Hát most el tudja képzelni azt, hogy a nyolcadiknak milyen emlékei vannak a rágógumiról, ugye? Tehát ott és a, már nem az íze, hanem maga a rágózás hát élménye volt hogy a fontos. Hát igen. Az, hogy rágta a nyolcadik, az is valami volt, hiszen ő rág egy rágógumit. Na, ezek boldog gyerekkorom volt, imádtam azt az életet, de aztán nagyon sok dolog megváltozott. Én meg azt mondom, hogy van egy nagyon kedves történetem nekem, egy kedves barátom, Dicsőfi Endre valahol Ázsiában nyaralt. És a tengerparton egy nagyon szegény, nagyon idős kínai bácsi kungfuzott. Összebarátkoztak, és ez a nagyon szegény, nagyon idős kínai bácsi elkezdte ezt a kis társaságot tanítani, viszont lejárt a szabadság, és bementek a tengerparttal szemben lévő szállodába, és megkérdezték a portás, hogy ezt a szegény öreg kínai bácsit ismeri-e, és mondta, hogy hát Li bácsit itt mindenki ismeri. Hát nézzék, nehéz helyzetben vagyunk, mert lejárt a szabadság, annyira megszerettük ezt a bácsit, látjuk milyen szegény, szeretnénk neki valami ajándékot venni, de szeretnénk egy hasznos tárgyat venni neki, amivel egy kicsit hozzá tudunk járulni az ő életéhez, de nem akarjuk megbántani. Tudná-e segíteni nekünk ebben? Szóval természetesen legyenek kedvesek, jöjjenek ide a tengerpartra. Kisétálnak, látja ezeket a szállodákat? Igen, hát ez mind Li bácsié. Tudom, hogy nem vicces a történet, de engem meglepett. Na most én szeretnék ilyen Li bácsi lenni. Nekem ez nagyon fontos. Én felléptem az angol királyudvarba, én Matt Damonnak voltam a személyedzője, voltam Hollywoodban. Én keresztül-kasul jártam a világot, én a szupergazdagok között ugyanúgy mozogtam, mint a szuperszegények között, és nézze, az, hogy gazdag vagyok, még nem kell, hogy az eszem elmenjen. Azért, mert én egy ismert, sikeres ember vagyok, nem kell, hogy az eszem elmenjen. És a normalitást meg lehet őrizni, tehát attól, hogy nekem van egy szálloda sorom, attól én még képesnek kell lennem egy normális életre. És ez véleményem szerint nekem nagyon sok jó példa van az élet, Matt Damon is egy ilyen figura, tehát itt lehetne mellettünk, és egy haláltermészetes, semmi alűr. Én elviselhetetlennek tartom, én a sallangot csak a lószer számon tudom elviselni. Az emberben az egy rendkívül irritáló dolog. Bocsánat, a Hippolyta lakály, ugye erről szól. Igen. Tehát a Hippolyta lakály, amit minden évben újra lehetne forgatni, mert ez egy nagyon alapemberi történés, hogy pénzem már van annyi, mint egy nemesnek, de eszem még nincsen. Tehát nem vagyok azon a kulturális nívon, de már megengedhetem magamnak nagyjából azt az életszínvonat, és ez mindig egy kicsit ilyen hát vicces, fogalmazzunk így. Hát ezt az ember mindenütt tapasztalja. Mikor vált ez? Mert ugye itt a kommunizmus alatt azért egyfajta nézze, mindenkit elvittek katonának. Ott a legszegényebb cigány gyerek, aki még nem látott angol vécét, ott az orvos családból kikerült gyereke. Mi együtt súztuk fel a surranót, mi egy közösség voltunk, tehát teljesen egyenlőek voltunk. Nem is voltak ilyen feszültségek, mert nem voltak akkora különbségek. A rendszerváltozás után ott nagyon meglódult egy réteg, és nagyon sutyerák volt. Meg ezt többször használja ezt a szót a riportjaiban, és én mélységesen egyetértek, hogy ez a sutyeráság, ez jellemző sajnos. Majd neki mondtam, hogy ránk, de hát igen. Hát ezt a megengedi, ugye nekem van egy történetem, amit én nagyon sokszor elmondtam, de nagyon rávilágít a problémára, hogy a rendszerváltozás után a ló az egy státuszszimbólumá vált, és a tehetősebb réteg azonnal elindult a ló felé, mert ezzel tud virítani. Tehát nem a ló szeretet vezette, és nem a természet közeliség, hanem hogy virítok. Nekem van lovam, és talán 90-91 lehetett, amikor az új gazdag réteg már megjelent, és én egy ilyen rókavadászaton vettem részt. Én, mint lovasi jász, én egy bemutatót csináltam ott, ezen a helyszínen, ebben az istállóban volt egy rókavadászat, de ennek a
ennek a csapatnak volt két díszvendége, egy gróf és egy grófnő Németországból. És én reggel 6 órakor ott voltam az istállóban, takarítottam az istállót, takarítottam a lovat, és két ember jelent meg reggel 6-kor, a gróf és a grófnő. Ugyanazért, amiért ön ott volt, hogy takarítson. A can I help you? És akkor ők jól öltözöttek voltak, a kis munkáskesztyűkben nekiálltak trágyázni, nekiálltak lovat takarítani. 9-10 óra magasságában megérkezett az új gazdag réteg, a hol a lovam? És ez sajnos ez jellemző ránk. Én imádom a hazámat. Én szeretem a történetet, én itt virulok, de sutyarákok vagyunk. Kassai Lajossal beszélgetünk, itt az íjászatról beszélgessünk azért, mert meg őszinte leszek, nem értek az íjászathoz. Azt látom, hogy vannak íjak, különböző íjak már nekem is voltak a kezemben, és én is lőttem, de egy lovas íj, meg egy hagyományos, nem lóhátán használt íj között van jelentős különbség? Igen, ugyanis akkor, amikor én talajon vagyok, és talajon íjászom, akkor én ki tudok alakítani a céllal egy merev kapcsolatot. Vagyis ráfeszítem a célra az íjamat, és a pofacsontra, álcsúcsra valahova fixálom. Tehát van egy beakasztás. Tehát a testemmel támasztom. Így van, alátámasztom, stírelem a vesszőhegyével, és van egy merev kapcsolat a céllal, és erre a tevékenységre a balagy félteke használható. Inkább matek, tehát inkább egy ilyen távcsöves puskát képzeljen el, ahol nem annyira intuitív képességek kellenek, mint az, hogy szívdobogás, légzés és a célkereszt. Na, és ez a talajíjászat, a lovasíjászat, az a tánc. A vágtató lovon, a vágtógrás felső holdpontján lebegek, és a céllal egy rugalmas kapcsolatba kell lennem, hiszen a merev kapcsolatot törik, igen, és egy rugalmas kapcsolatot kell kialakítanom, és jobb agyféltek és tevékenység. Tehát ez a kettő alap van, és amikor valaki ilyet vásárol, akkor mindenképpen el kell döntse, hogy talajíjász vagy lovasíjász lesz, mert teljesen más a lovasíjászatban alkalmazott íjászat módszere, hiszen balagyféltekébe kell pakoljak, készségszintre kell vigyem ezt a tevékenységet, és ugyanez a helyzet a lóval, hogy ott is készségszintjén meg kell tanuljam. Ez két nagy szoftver. Ezt a két nagy szoftvert nem tudom egyszerre letölteni, külön kell letölteni az íjászatot és a lovaglást, és amikor készségszintjén van, akkor tudom ötvözni, és hát mondhatom azt, hogy amikor egyszerre csinálom a lovon, ezt újra kell tanulni. Tehát a lovon mindent újra kell tanulni, mert egyszer megtanulom talajon, és aztán a lovon újra kell, hiszen összpontosítanom kell. A koncentráció az egy sűrítést, egy pontra való figyelést jelent, de a magyar nyelv az csodálatos, és azt mondja, hogy összpont. És a lovasíjászatban már összpontosítanom kell, hiszen nekem meg kell osztanom a figyelmemet a ló és a cél között. Na, ez egy nagyon nehéz feladat, ugye mindig fölteszik a kérdés, hogy na mi a jobb, hogyha egy jó lovas vagy egy jó íjász, lehet kitűnő lovas, lehet kitűnő íjász, de ha ezt a kettőt egyidejileg nem tudja alkalmazni, és mondjuk a dobos, ön zenész volt, tehát a dobosnak a négy végtagjának külön kell mozogni. Egyszerűen nem, irigylem a dobosokat, hogy tudnak függetleníteni. Minden négy kezükkel más, vagy minden négy végtagjukkal más tudnak csinálni. Ugyanez kell a lovasi íjásznak. Na most ugyanez, tehát ugyanez a képesség, most ez vagy van, vagy nincs. Tehát aki ezt nem tudja, ezt a fajta kinesztetikus tudatosságot, vagy ezt a fajta kontrollt nem tudja megcsinálni, abból nem lesz jó lovasi íjász. Még ennek ugye nagyon sok eleme van, de az alapja mégiscsak az, hogy én egy adott pillanatban a vágtógrás felső holdpontján tökéletes harmóniába tudok lenni a lóval, és tökéletes harmóniába tudok lenni a céllal. Tehát ebből én azt szűröm le, de aztán majd kijavít, hogy ha én tudok lovagolni, az lehet, hogy még hátrány is, tehát nekem úgy kell megtanulnom lovagolni, ha lovas íjász szeretnék lenni, hogy ezzel a tudattal, hogy aztán majd erre fogom használni azt a tudást, hogy lovagolok. Igen, igen. Most én ugye a világ minden részén utazom, és a lovasíjászat robbanásszerűen terjed, és mindenki elköveti azt a hibát, hogy egy tradicionális lovas trénernél tanul lovagolni, és egy tradicionális íjásznál tanul íjászni.
Na most mi történik itt? Itt a víz és a homok keveredik. Én kavargathatom ezt, a homok és a víz nem fog vegyülni, mert ezek egymástól testidegen tevékenységek. Én mindig veszek egy poharat, bele rakok egy kis homokot a vízbe, és ott kevergettem, és akkor mondják, hogy nem, és akkor veszek még egy tiszta vizet, egy poharat és cukrot teszek bele, és ez a cukor föloldódik. Tehát ennek a két dolognak az a jó, hogyha már a lovaglást úgy indítom, hogy az alsó és a felső test független legyen, tehát csípőtől lefelé egyé válok a lóval, ez a kentaurnak a szimbóluma, tehát aki a kentaurt megrajzolta, az egy teli találat, ugye ez az üzenete a kentaurnak, hogy egyé válok csípőtől a lóval. Kész használat nélkül tulajdonképpen. Hát csípőtől fölfelé, meg a kentaur ugye az íjat feszíti. Igen. Most ez az egyik üzenete, a lovasi jászat dilemmáját ettől tökéletesebben nem lehet megfogalmazni. A másik pedig, ami a kornak egy rendkívüli nagy üzenete, az, hogy megjelenik az értelem az ösztönök fölött. Az értelem az ösztönök fölött. Ezt igen. Már hallottam öntől, és próbálom megfejteni. Ez a szfinx. Uh-huh. Tehát ez a szfinx, az állattest ember fej. Tehát ráadásul ugye itt egy céltudatos tevékenységről van szó, az íjászatról van szó. Az értelem magas foka jelenik meg a céltudatosságban, az íjászatban, és hát ha ösztönt akarok ábrázolni, akkor az a ló. Igen. Az a ló, és ez a művészet történetben szerintem akkor hagy nyomot valami, amikor az ember eléri ezt a szintet, hogy felismer valami, és akkor visszamegyünk, és akkor az ember fejlődése során elérte azt a szintet, hogy itt az értelem az ösztönök felett megjelent, és akkor már egészen biztos Egyiptomnál, a szfinxeknél ez már megjelenik a dolog. Szerintem az emberi válásnak ez egy elképesztő komoly állomása lehetett. Vasai Lajossal beszélgetek, és mondta, hogy ma már a 10-12 évesek olyan könnyedén sajátítják el ezt a tudást, amihez önnek jóval több időre volt szüksége, pont azért, mert mondjuk az ön segítségével, vagy a munkatársainak a segítségével megkapták a know-how-t. Viszont azt is hallottam öntől, hogy akár 60 év fölött is elkezdhet az ember lovas íjásszá válni. Hogy ennek nincs semmiféle korhatára a lovas íjászatnak? A lovas íjászatnak nincs, mert a lovas íjászat egy rendkívül femini harci művészet. A lovas íjászat a harci művészetek királynője. Ez nem a nyers fizikai előrejel, ez nem egy MMA, ez nem egy súlyemelés. Itt a harmóniáról, az ritmusról, az egyensúlyról szól a történet, és mondhatom azt, hogy a nők és a férfiak ugyanannyira hatékonyak tudnak lenni, sőt, ami a nők javára fordítja ezt a játékot, az mindaz, ami a lóval kapcsolatos, hiszen a nők gondoskodóbbak, mint a férfiak. Tehát egy nő, az több időt tölt el a lovával, többet piszmog vele, pucolja, sörényét befonja, és ez meghálálja magát. A ló ezt érzi, gondolom. Igen, és kialakul egy társkapcsolat. Na most én leporolom a hátát, és ugrok föl rá, és megyek, mert nekem ez, és a nők ezért nagyon jók a lovasportokba, gondoskodóbbak, jobb az empatikus képességük, tehát sok olyan tulajdonság van bennük, ami a férfiak elé helyezi őket ebben a dologban. De ugyanakkor az íjászathoz csak kell erő. De nem akkora. Tehát ahhoz, hogy iszonyat hatékonyak ezek az íjak, vékony karbonveszők vannak, ami 200 km/h repülnek, nincs az erőnek szerepe. Tehát itt tényleg a harmóniának és a ritmus egyensúly ez. Tehát mi a helyzet ezzel? Tehát hogy mikor lehet elkezdeni? Bármikor. Nem ezzel van a baj, a pofára eséssel van a baj. Tehát én gyakorlatilag 63 évesen tökéletesen gyakorolom még a lovasi játszatot, de hogyha a pofára esek a lóval, a mosolyom már nem természetes. De hát előfordul önnel hát ilyen? Hát hogyne. Aki lóra ül, az előfordul. Ah. És egy dologra kell vigyázni időskorban, erre. Tehát az esés, és a gyerekeknél kell nagyon vigyázni, mert egy gyereket traumatizál, tehát kialakul egy negatív élmény.
És minden azon múlik. Minden azon múlik, hogy nem a kor számít, a lovak képzettségi szintje és a lovas edző képzettségi szintje. Minél magasabban képzett a ló, és minél magasabban képzett a lovas tréner, a korhatárt annál jobban tudom kitolni. Az én lányom 4 éves és lovagol. De nagyon jó felkészített lóval, és én ott vagyok mellette. A lovasi íjászatot gondolom külön lovasi íjász tréner tanítja azoknak, akik erre fogékonyak vagy erre kíváncsiak. De a lovasi íjász trénerek hol tanulnak lovasi íjászatot? Azt gondolom csak önnél. Hát nem. Önnek a nagymestere. Nem. Hát 34 nemzetközi bíró van már. Ez szinte 34 olyan központ a világban, ahol lehet tanulni. Ennek a központja jelenleg Kaposmérőben van, ahol világversenyeket, világtalálkozókat rendezünk. Mert most ez a mekkája ennek a dolognak, rengeteget jönnek ide tanulni. Vannak nemzetközi instruktorok, akik a világ legjobb lovasi jászai, és járják a világot, és tanítanak. Tehát, de ők innen indulnak, már hát a képzést itt kezdik. Ez úgy, mint a mobiltelefon, tehát ez emlékszik rá, hogy indul. Tehát volt olyan hely, ahol nem volt lefedettség, kellett építeni ezeket a bázisokat, tehát még nagyon messze vagyunk a teljes lefedettségtől. 14 magyar nemzetközi bíró van, tehát a Kárpát-medence nem rossz, de mondjuk Amerikában még csak 3. Tehát ott ahhoz, hogy ez nem tud robbanásszerűen fejlődni, hogyha normálisan csináljuk, nem kell egy képzettség. Tehát tudni kell lovagolni, tudni kell íjászni. Hosszú folyamat, amíg nem a vak vezeti a világtalant, és a kassai rendszer az normális tempóba fejlődik, mert elvárja a nemzetközi vezetőktől, és elvárja a nemzetközi instruktoroktól, hogy valódi tudással rendelkezzenek, amit át tudnak adni. Hogyha ez nincs, akkor az a tömegben lehet nagyon előre szaladni, tehát nagy statisztikai adatokat, nagy létszámot tudok fölmutatni, de kultúra sérül, és a szakma sérülni fog, hogyha gyorsabban halad előre a dolog, mint ezt a szakma lehetővé teszi. Néhány mondatban össze lehet foglalni ezt a kassai rendszert? A original kassai system, vagy mi a pontos megnevezése ennek? Az original kassai systemet az hozta létre, hogy lopták, másolták az általam létrehozott rendszert, és attól függetlenül, hogy a nemzeti kulturális örökség részévé vált, és hungarikummá vált, ez nem adott védettséget. De Magyarországon belül másolták, vagy a világon? Is. Mindenütt lettek ilyen torz másolata ennek a dolognak, és akkor én levédettem az Egyesült Államokba, és kapta ezt a címkét, hogy az eredeti, hogy a sok gagyitól, meg a másolattól ez meg legyen különböztetve. Mert azok az emberek, akik másolták, azok mindig egy kicsit torzítottak rajt, és ez már nem tette lehetővé azt, hogy össze tudjuk hasonlítani az eredményeket. Mert ennek a... Tehát gondoljon bele egy olyan focipályába, ami Brazíliában háromszögletű, Németországban kerek, és mit nálunk 4 szögletű egy futball. Tehát hogy ennek a nagyon fontosak a standardek. Hát az, hogy 3 évtized alatt kicsiszolódott egy rendszer, minden méregfogát kiszedtük, letisztult egy olyan sportág jelenleg, ami alkalmas az olimpiákra, és ez a letisztult rendszer, ez fontos ahhoz, hogy én össze tudjam hasonlítani magam a 10 évvel ezelőtti teljesítményemmel. Összetudja hasonlítani magát egy dél-afrikai, egy kínaival. Tehát ez mindennek pontosnak kell lenni. Ehhez kellett a rendszer védettsége, és amikor létrejön egy pálya Szaúd-Arábiába, akkor én kiutazom, megnézem, hogy a pálya tökéletesen úgy van fölépítve. Hát és pont ugyanolyan, mint Kaposmérőn, vagy A világ minden részén olyannak kell lenni, és ahol nem olyan, ott nem kapják meg a nemzetközi licenszet. Ahol viszont megfelel, ott le kell bonyolítani egy versenyt, a lovaknak megfelelnek kell lenni, a versenyszervezésnek megfelelnek kell lenni, mert ez a kassai rendszer azért ez egy nívó. Tehát ez például az íjak is olyanok, amik egyformának kell, hogy nem legyenek? Nem, a minden
ehhez a kultúrához, a töröki, a perzsai, a japáni, tehát minden használható, ez nem lehet célszerkezet, nem lehet középlövő, nem lehet markolat, tehát itt mindenképpen egy történelmiat kell használni, de ez a történelmi bármilyen népre hajazó, vagy esetleg egy fantázia is lehet, de az eszköz használatban nagy eltérés nem lehet, mert akkor az esélyeket zavarná. Igen, de ez milyen jó, hogy már azt gondoljuk, hogy ezek a mi hagyományaink, és közben mégis engedi, hogy az összes többi nép hagyománya is ugyanúgy megjelenjen e-sport közben. Nem, hogy engedem, hanem egy nagyon komoly nyomást gyakorolok rá, azokra a népekre, ahol ennek történelmi tradíciói vannak. Tehát mondjuk Szaúd-Arábia, mondjuk az arab térség. Tehát én szaúd-arábiaibb vagyok a szaúd-arábiaiaknál, mert én levetettem a baseball sapkát, és azt mondom, hogy öltözzön, nézzen ki úgy, mint egy szaúdi. Uh-huh. Vegyék elő a történelmi felszerelésüket, vegyék elő a történelmi nyergüket, lószerszámukat, és nézzenek úgy ki, mint egy szaúd-arábiai. Egy kínai nézzen úgy ki, mint egy kínai. Tehát nekem ez egy nagyon fontos dolog. Azokban az országokban, ahol nincsen történelmi hagyománya ennek, az Egyesült Államok, Európa, ott mehet baseball sapkába, ott lehet veszternyerekbe, találják meg a saját útjukat, be lehet csatlakozni, de hogyha ide jön hozzám egy mongol, akkor én elmondom, ahhoz, hogy nemzetközi vezető legyen, egyetlen egy elvárásom van, hogy a mongol kultúrát képviselje. Úgy nézzen ki, mint egy mongol, és ez nagyon szép, mert elveszti, nézze, a repülőterek és a plázák és a benzinkutak a világ minden részén ugyanazok. Tehát egyformák. És gyakorlatilag onnét elindul egy, és az mindegy, hogy Kínában vagyok, Szaúd-Arábiában vagyok, vagy Los Angelesben, az ugyanaz mindenhol. De mennyire szép az, amikor egy hagyományt látok, és ezek az emberek újraélik a saját tradíciójukat, a lovaikat, és hát én egy ilyen kulturális missziót töltök be. Engem nagyon tisztelnek ezért külföldön. Tehát én a nem elmosni akarom, hanem hangsúlyozni akarom, és hála jó Istennek, csodálatosan belefér ebbe a sportba. Kassai Lajossal beszélgetünk, szörpöt iszik, mégiscsak sportoló, mindig szörpöt iszik, nekem bort hozott ajándékba. Nem, haza kell vezessek, tehát ez nem azért van, mert sportoló vagyok, hanem még be kell ülni az autóba, és el kell menni, különben itt kortyolgatnánk szerintem ezt a vörösbort. És nagyon szépen köszönöm, hogy hozott. Mekkora az érdeklődés a lovasíjászat iránt itthon, illetőleg a nagyvilágban? A 21. század legdinamikusabban fejlődő lovasportjáról van szó, hihetetlen összetett. Hát gondoljunk abba bele, hogyha ennek az egész filozófiai hátterét megnézzük, akkor az íj az egy befelé vezető út. Az íj használatával egy kicsit közelebb tudok kerülni önmagamhoz, minden lövéssel egy kicsit közelebb kerülök önmagamhoz. A ló a külvilág szimbóluma. Tehát ahogy én a lovammal bánok, az megmutatja azt, hogy én a környezetemben milyen viszonyban vagy. Eszközként tekintek rá? Társként tekintek rá? Hogyan reagálom le a ló különböző mozdulatait? Tehát ez egy csodálatos dolog, és ha én ezt mint harcművészetet gyakorolom, akkor egy nagyon jó önismereti út, és egy nagyon jó személyiségfejlesztésre való lehetőség, de ha csak szabadidősportként, csak arra, hogy felülök és lövök, hát ez is elképesztően gyönyörű. És valamit mindig lehet gyakorolni. Tehát én egy nagy pofára esés után mindig, most mi törte? Kezem törte? Akkor jó, oké, akkor tudok lovagolni. Lábam tört? Hát akkor tudok íjászni. Tehát a nagy baj nincs. Hát ez óriás. Tehát egyszerre nem törik össze mindennek az ember. Mikor esett le utoljára ló? Mikor? Hát szerintem a nyáron biztos. De nem tört el semmilyen. Nem, de mondom, a mosolyom már nem természetes. Én azt olvastam valahol, hogy a kezdeti megfogadta, hogy minden szombaton fogadja a vendégeket. Minden hónap első szombat. Minden hónap első szombat. És ez 34 éve volt. És közben elmesélte most itt, hogy azért járja a világot elég rendesen, hiszen egyre népszerűbb ez a sport. De ezt a fogadalmát még tudja tartani? Hát ez a minden hónap első szombatja, ez egy szent, tehát szerintem a 34 év alatt nem sok olyan alkalom volt, hogy én ne lettem volna ott a völgyembe, és nagyon érdekes folyamat ez, mert
talán 4-en voltunk az első szombaton, és most már nem ritka, hogy 400-an vagyunk. És az első idők, az első évek arról szóltak, hogy melyik a vezértól, hogy fogjam meg a markolatot, hogy feszítsem az íjat. Ma már inkább a kultúrának egyfajta zászlós hajója, ugyanis minden egyes nyílt nap után leülünk beszélgetni, és ahogy most ön kérdez, úgy megvan a lehetősége az odalátogatóknak, és nem ritkán 100-150 ember ül le, és akkor elindul egy beszélgetés, fölteszik a kérdéseiket az ekett a betegségről, a magázódásról, és aztán nagyon-nagyon jó hangulatú beszélgetések alakulnak ki, és most azt látom, hogy egy fajta a magyar kultúrának egyfajta zászlós hajójává vált a völgy. Nagyon érdekes, minden felszólalót megkérek, hogy mutatkozzon be, és mondja, hogy honnét jött. És a nyári hónapokban a világ minden részéről vannak ott emberek. Tehát nagyon, nagyon jó érzés, hogy mikor az ötödik ember áll föl, hogy ő Londonból jött, és akkor mondom, ismerik egymást? Nem, de mondom, milyen jó, most itt együtt vannak, és megismerkedhetnek. Ugyanis a hazalátogató magyaroknak azért ez egy bakkancslistás történet, ugyanis annyi YouTube felvétel van, és mindenféle van, hogy egyszer látni akarják a helyet, és akkor így a nyári hónapokban ide látogatnak azok a magyarok, akik egyébként valahol külföldön dolgoznak. Hogy áll az olimpia kérdése? Most beszélt róla, egy mondatot mondott, hogy alkalmas az olimpiára, és tudom, hogy dolgozik rajta, majdnem azt mondtam, hogy harcol érte, de nem biztos, hogy jó szó a harc. Az olimpiától nagyon messze vagyunk, tehát ahhoz, hogy valamilyen sportág bekerüljön az olimpiára, 50 országban szakági szövetségként kell működni. Ugye mondtam, hogy ez 14 országot jelent, ahol néhányan csinálják, tehát nagyon hosszú út vezet odáig, de egy biztos, az alapjai le vannak rakva, a központ Lozánban van, és maga az egész szervezeti felépítés, a világszervezet, a rendszer úgy lett fölépítve, előkészítve, olyan mély és széles alapokat ástunk ennek az épületnek, hogy mondhatom azt, hogy bármekkora épületet tudunk ráépíteni, és hát ez az engem követő generációnak lesz majd a feladata, hogy ezt véghez vigye. Egy dolgot viszont tudni kell, azt tudni kell, hogy az olimpia az nem sport, az üzlet. Tehát ez egy abszolút üzleti vállalkozás, és az, hogy mi kerül be az olimpiába, ezt üzleti körök döntik el. Tehát most gondoljon abba bele, hogy fölmerül az a kérdés, hogy a birkózás kikerüljön-e az olimpiát. A birkózás az öt alapsportok egyike, még a görög. Azzal indult annak idején. Hát kivették a lovat az öt tusából. Tehát itt olyan folyamatok zajlanak, amiket gazdasági körök határoznak el, a médiának itt óriási befolyása van, hogy ez, hogy kik fognak-e felől dönteni, vagy hogy lesz, ez nagyon nehéz meghatározni. Egy dologban viszont biztosak vagyunk, minden olyan sport, ami az olimpiára bekerül, abból a kultúra kilugozódik. És most jelenleg a lovasi jászat azért nagyon-nagyon nagy mértékben hordoz kultúrát magából, amit csak elmondtam, hogy az arab világ kultúrája megjelenik, a kínai a kultúrája megjelenik, a mongol kultúra megjelenik, és hát mint zászlós hajó a magyar kultúra mindenütt ott tud lenni. Na most, hogyha ebből olimpiai sport lesz, akkor ez a hatalmas kulturális balasztanyag ebből a léghajóból, ebből ki fog kerülni, mert ennek a minden olimpiai sportnak ahhoz, hogy ezek az olimpiai sportágok, mint léghajók minél magasabbra menjenek, ezeket a balasztanyokat kiszórják. Hát igen, akkor uniformizálni kellene, ami nem biztos, hogy jót tenne ennek a sportnak. Ezek szerint akkor most már nem is küzd azért, hogy olimpiai sportág legyen? Nézze, én több vasat tartok a tűzbe. Van egy úgynevezett etnoszövetségek világszervezete, amit a törökök nagyon erősen szorgalmaznak. Én 2 évvel ezelőtt Bilal Erdoğan-tól, Erdoğan elnök fiától kaptam egy kitüntetést, és ebben az etnosportok világszervezetében érdemes betagozódni, mert a világ minden részén látják ezt az erodálást. Uh-huh. Ha valamiből sport lesz, akkor nagyon sokszor a gyereket kiöntik a fürdővízzel, hiszen itt nem csak pont számokról meg teljesítményről van szó, hanem adott esetben egy ilyen etnosport,
sport az, az a kultúrának egy nagyon nagy szeletét képes hordozni magatartásban, öltözékben. Gondoljunk Japánra, ami két nagy dolgot, a judót és a karatét adta a világra, és hogyha megnézzük a judót, ami olimpiai sport lett, csak az én életemből mennyi kulturális panel tűnt el belőle. Ezek folyamatok, amiket tudomásul kell venni. Ha olimpiai sport lesz a hazám, nagyot nyer vele, hiszen mi magyarok adtunk az olimpiának egy sportot, de ezzel együtt kilugozódik belőle az a fajta a intellektuális, kulturális tartalom, ami jelenleg most nagyon nagy mértékben ott van. Két személyes kérdésem lehet a végén? Bármennyi. Mert látom az ujját, a jobb kezén a hüvelykujját, hogy csonka, hogy velem, hogy azzal mi történt? Hát itt nagyon, nagyon furcsa történeteket hallottam már vissza, hogy azért vágtam le a hüvelykujjamat, hogy gyorsabb legyek a töltésben, és ámultan hallgatom, hogy mik történtek. 6 éves koromban rám csaptak egy vaskaput, ami ezt az ujjamat szétlapította, és hát ez nekem, megmondom őszintén, borzasztóan megnehezítette az életemet, mert a fogásban erre nagyon nagy szükség van, de így utólag végig gondolva, én nagyon gyorsan megtanultam azt, hogy nekem egy picit többet kell dolgozni azon, hogy valamit jól csináljak, és ez a többlet itt az íjászatba kijött. Én úgy álltam hozzá az élethez, hogy én egy tollat meg akarok fogni, egy labdát el akarok kapni, akkor én többet kell, hogy dolgozzak azzal, hogy ezt én úgy csináljam, mint akinek ez nem hiányzik. Mert hogy jobbkezes? Én jobbkezes vagyok, de jobb kézzel, bal kézzel egyformán lövök az íjjal, mindkét kezemet használom. Hát majdnem annyit tett hozzá az életemhez, mint amennyit elvitt ez a baleset. Másik személyes kérdés, hogy említette a beszélgetés egy pontján, hogy tudja rólam, hogy én zenész voltam. Mindig utána néz a riporternek, a beszélgető társnak? Hát önnek nem volt nehéz utána nézni, tehát azért egy nagyon ismert személy, tehát nem kellett sokat kotoráznom, persze, hát a halálomájra, ugye? Azaz. Tehát ezt azért van, aki nem ismeri. Nem. Ha már a kultúráról igen. beszéltünk. Hát nem véletlen, ugye? Ez a kis csomag. Na hát akkor csak jól zárult ez a beszélgetés. Kassai Lajos, nagyon szépen köszönöm, hogy szakított ránk egy órát. Öröm volt beszélgetni önnel. Én köszönöm, minden jól. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.